Sziasztok, Ivet vagyok, és ez itt a Csivetka videóblog. Ha ezt a videót nézitek, az azt jelenti, hogy végre sikerült összeraknom mindent, amit ebbe a videóba megálmodtam. Amikor a fotózás készült, nem csak, hogy nagyon jól éreztem magam, de nagyon-nagyon szerettem volna egy kicsit mérehatóbban beszélni arról, hogy a mai nap egy kedves barátnőm Helga Tóth, azaz Tóth Helga ruháit fotóztuk be, és szerettem volna nektek egy összefoglaló backstage videót hozni, illetve szeretném ebben a videóban megköszönni a segítségét Sipos Kingának, aki a sminkemet csinálta, Bíró Balázsnak és a Prime Stúdiónak, aki a fotókat készítette, illetve a helyet biztosította. Szeretném továbbá megköszönni Langó Krisztának az ékszereket, és a Juicy-nak, hogy gondoskodtak arról, hogy ne maradjunk szomjan. Legelőször is ugye a sminkek, ami nagy-nagy gyengém. A Kinga felszerelése egyszerűen vérprofi, és teljesen beleszerelmesedtem minden egyes dologba, amit nála láttam, amit tőle tanultam, amit tőle csentem, és meg is kérdeztem tőle, hogy bizonyos dolgokat hol vásárolt, hol lehet beszerezni őket, és lassan, szépen én is be fogok mindent szerezni, amiről majd mindig posztolok nektek egy új videót, vagy sminkben, vagy haul videóban, vagy bármi másban. Lebeszéltek a műszempilláról. Nagyon helyes. Nagyon lebeszélünk a műszempilláról. Proli a műszempilla. Ne! Miért? Yeah, nem mondja videóban. Kinga egy visszafogott nude szemsminket választott nekem, mivel azzal nagyon sokféle rúzs passzol, és majd a videóban is láthatjátok, és a képeken is megfigyelhetitek, hogy minden egyes szethez különböző színű rúzsokat választottunk. Az első szett egy piros, estéi ruhaszerű, ám bár két részből álló és egyik része inkább fehér nemű ruhadarab. Megnyugtatok mindenkit, mert attól nélkül nem tenném ki a lábam ebben a ruhában. Ám manapság már nagyon sok ilyen titokmelltartó létezik az eBay-en is, vagy esetleg csak egy sima melbimbó eltakaró ragasztó is bekerülhet a ruha alá, hogyha eléggé bátrak vagyunk. A felseje egy piros csipkeanyagból készült, az alsója pedig egy muszlim szoknya. Mind a kettő ruhadarab eléggé sokat mer láthatni, úgyhogy csak igazán bátraknak ajánlom. A második ruhadarab egy fehér műbőr együttes, amit eredetileg Barbie-nak az énekesnőnek készített el Helga, és ő is fotózkodott már ugyanebben a ruhában, szóval erre különösen büszke vagyok. Nem bírok betelni vele. Ez már a reklám szöveg volt? Hát, be, igazából. Szállok kékbe! A Juicy. A ruhába, magába teljesen beleszerettem, és én magam is megrendeltem Helgától egy ugyanilyet, csak red wine színben, és szeretnék egy ceruza szoknya alsót hozzá inkább, ami hamarosan elkészül, és mihelyest elkészül, azt is bemutatom nektek. A fotók a Prime Stúdióban készültek a Boráros téren, a fotókat Bíró Balázs készítette Balázsról, amit tudni kell, és amit különösen szeretnék kiemelni, hogy rettentő jó vele dolgozni, és nagyon jó hangulatban telik a fotózás, amit a fotókon is és a videókon is láthattok, és egyszerűen 3 órán keresztül megállás nélkül csak nevetek. Egy gyors rúzscsere után és egy kis haigazítás után egyből jöhet a harmadik szett, ami egy fekete, tűszoknyából álló ruha, estéi ruha, de szintén body van alatta, és a body szintén átlátszó, csak másfajta szabása van. Ez egy kicsivel jobban takar, mint az előző piros szettnek a felseje. A hátulja az nagyon szépen megcsinálta Helga. Ez alá sem tudsz melltartót venni, szóval, hogyha mindenképpen szeretnéd takarni benne a melled, akkor szintén javaslom ezt a Melvin Bowler ragasztó módszert. Ő a Juicy, és ő a Bazi. A szett mellett még szeretném kiemelni az ékszereket, amely egy gyönyörű lávaköves nyaklánc, és szintén egy lávaköves karkötő, amit Langó Krisztina készített el.
az ő honlapját is, illetve a Helga honlapját, illetve a Balázs honlapját és mindenki itt szereplő MG-n honlapját a videó leírásban megtaláljátok. Illetve bátyám kérdezi, szereted a sushi. Komolyan gondolta. Komolyan? Igen. Szia, Ive! Mondta, hogy szia, apa! Szia, apa! Nem tudom, hogy véget rájönk képeket. Szörnyek, hogy nem kép, hanem videó. Igen, videó! Szia, keresztapa, inkább! Hazamegyek, tuti ki! Remélem, ti is annyira jól éreztétek magatokat, mint mi. Várlak titeket a következő videómhoz. Iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Szia, Ive!